A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás támogatását szolgálja az a gálaest, amelyet április 26-án a Rózsa Művelődési Házban az Üde Színfolt Egyesület szervez. Vendégünk Kovács Sándor szervező. Üdvözlöm! Üdvözlöm a kedves nézőket és önöket is természetesen. Egy nagyon súlyosan hangzó címet választottak ez a rendezvényhez, mert a haza nem eladó. Honnan ez a címválasztás és miért pont erre esett a választás? Tulajdonképpen ez egy versnek a címe. Beregszászi születésű kárpátaljai költő verse, Horváth Sándor írta ezeket a sorokat, és ez a vers Ivaskovics József megzenésítésében immáron az egyetemes magyarság egyik himnuszává nőtte ki magát. És hát annak is külön örülök, hogy itt a kerületben is nagyon sokan ismerik ezt a verset, és ismerik a megénekelt változatát is. Ugye, aki figyeli a nemzetközi helyzetet, az látja, hogy hát tudja, hogy Kárpátalján mi történik, és ugye azt is látjuk, hogy Magyarországról egyre több szervezet, civil egyesület próbál segítséget nyújtani, sőt most már a kormány is beszállt ebbe, és egy nagyobb pénz segítséget ígért. Ez a mostani kezdeményezés egy kicsit más. Miben más? Ez abban más, hogy gyakorlatilag egy kisebb közösség idézőjelbe téve, a kerület fog össze a kárpátaljak megsegítésére, és amikor ez a kezdeményezés elindult, akkor még ilyen széleskörűen nem szervezkedett az ország. Tehát ennek a rendezvénynek a szervezése azt hiszem, hogy most már 2 hónapra nyúlik vissza. Tehát amikor úgymond eltökéltük, hogy ilyen módon egy gálaest segítségével megpróbálunk pénzt gyűjteni és eljutatni a kárpátaljaiaknak. Ugye most ez kifejezetten egy cél, amely tehát az oktatást szeretnék támogatni, tehát nem étkezésre, tűzifára, stb. Való pénzt küldenek, hanem kifejezetten ugye egy oktatási intézményt támogatnak. Miért? Miért kell az oktatáshoz így ilyen módon hozzájárulni? Ezzel az volt a célunk, és az én javaslatomat örülök, hogy az Üde Színfolt elfogadta, hogy Kárpátalján mindenki nehéz helyzetben van. De az oktatás viszont az azért nagyon fontos, mert ezt az intézményt is, amelyeket mi megcéloztuk, ez gyakorlatilag egyfajta szürke állományképző intézmény, és ő, mint intézmény fontos, hogy megmaradjon, létezzen, és működni tudjon. Hogyan került veszélybe az oktatás? Ugye ezt tudjuk, hogy infláció van, tehát ezzel van összefüggésben az is, hogy nem jut pénz az iskolákra? Igen. Ráadásul Kárpátalján tudni kell azt, hogy van 6 egyházi liceum. Ez a gimnáziumnak megfelelő közoktatási intézmény, középfokú, és ezek a liceumok, ezek közül 4 református liceum, 1 görögkatolikus és 1 római katolikus. Na most mindegyiknek természetesen megvan a küldetése, de amelyiket mi megcéloztuk, nevezetesen a Técsői Magyar Tannyelvű Református Liceum, ez a felső Tiszavidéknek, az igazi felső Tiszavidéknek, mert Magyarországon is van egy ilyen kategória, tehát mondhatjuk úgy, hogy a Tisza forrásvidékének a szórvány magyarságát fogja össze, és ennek egyfajta bázisa ez az intézmény. Tehát, ha most azt mondom, hogy Rahóról, Körösmezőről, Viskről, Técsőről, Nagybocskóról, és sok más településről Técső gyűjti össze azokat a tehetséges gyerekeket, akik közül aztán a liceum elvégzése után nagyon sokan tovább tanulnak. És már most egy dolgot szeretnénk megjegyezni, hogy a saját kimutatásuk szerint a liceumot elvégzetteknek több mint a 90%-a vagy felsőfokú, tehát vagy főiskolán, vagy egyetemen tanul tovább. Ugye aki a kerület többől ismeri önt, azt tudja, hogy ön is ugye Kárpátalján született, és ott is nőtt föl, onnan költözött át a kerületbe. Ugye számos könyvet írt Kárpátaljáról, utakat vezetett, filmeket készített. Técsővel is egy ilyen aktív kapcsolata van? Tehát onnan ez a barátság? Igen, igen. Tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy nekem nem szülővárosom vagy szülőfalum van, hanem nekem szülőföldem van ez Kárpátalja. Én egész Kárpátaljába gondolkodok, és számomra ugyanolyan fontos a két végletet megemlítve Körösmezőn élő ember, mint például az Ung völgyében Uzsokon élő ember, és én a sorsukat szívügyemnek tekintem már nagyon régen, és ezért próbáltam feltérképezni, hogy hol is van rá nagyobb szükség, és így jutottam el ahhoz, hogy a magyar határhoz közelebb eső településeken, úgy, mint Beregszászon, esetleg Munkácson, Ungváron, vagy bármelyik más településen, ahol
nagy számban élnek magyarok, ott valamivel talán könnyebb a helyzet, mivel közelebb a határ, és nagyobb a forgalom. Tehát jobban, hamarabb gondolnak rájuk az anyaországból is. Viszont az, amelyik egy kicsit távolabb esik a magyar határtól, mint Técső, azok egy kicsit mostohábbak és ritkábban gondolnak rájuk az anyaországból is. Ezen a április 26-i gálán a Rózsában ugye kerületi kötődési művészek lépnek fel, a Tébláb együttes, Kucsák László és barátai, Olajos Eszter, akkor a Lugosi Ali, akit ugye a virtuózoknak a nyertese, tehát nagyon ismert, neves és kedvelt művészek. Mennyit kellett őket győzkedni, hogy beálljanak emellé a kezdeményezés mellé? Tulajdonképpen nem sokat. Valamennyien az első felhívásra igent mondtak, és vállalták ezt a szereplést, mert valahol érzik, hogy bizony azt a nemzettestet, amely a leghátrányosabb Trianon óta, nevezetesen a kárpátai magyarság, megsegítés, ez mindenkinek szívügye. Most, hogyha csak azt mondom el Kárpátalja kapcsolatban, hogy az utóbbi időben mindenki megértse, háborús helyzet nincs Kárpátalján, de az Ukrajna keleti részén dúló polgárháború, az viszont rányomta a bélyegét az egész ukrajnai gazdasági helyzetre. Képzeljük el azt most, hogy április 1-től a gáz ára 6-szorosára emelkedett, 600%, a villanyáram 3-szorosára emelkedett. És akkor mellé tegyük azt, hogy egy nyugdíj mondjuk az nem éri el a 10.000 forintot, ilyen körülbelül 9.000 forintot ér egy nyugdíj, és mondjuk egy fizetés is, egy átlagfizetés, mondjuk egy tanár fizetése, az körülbelül 20.000 forint körül ingadozik. Tehát akkor, ja, és az egyéb más árak pedig körülbelül a magyarországinak felelnek meg. Tehát a megélhetés nagyon nehéz. Na most ezekkel a liceumokkal kapcsolatban, amelyekről beszéltem, ezek egyházi liceumok, és ezeket az állam nem támogatja, még normális körülmények között sem. Akkor gondoljuk el, hogy most az adományokból fenntartott, a hívek adományából fenntartott egyházi intézményekben milyen helyzet uralkodhat, hiszen nincs miből adományozni a híveknek sem, örülnek, hogyha saját maguk meg tudnak élni, és túl tudják élni ezt a helyzetet. Tehát ezért tartottam fontosnak, hogy egy ilyen intézményt próbáljunk meg támogatni, ahol egyúttal támogatjuk a gyereket, a szüleit, az ott dolgozó tanárokat és az egész testületet, aki ugye ezt a liceumot vezeti vagy fenntartja. Az összegyűjtött adományokat hogyan tudják biztonságosan eljuttatni? Nos, ez volt a másik nagyon fontos kérdés, hogy hogyan juttassuk el úgymond biztonságosan, és hogy semmiféle sötét ány ne vetődhessen erre a kérdésre. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a liceum tiszteletbeli igazgatóját hívtuk meg a rendezvényre, ő kezdeményezésére jött létre a liceum is, ő ugyan már nyugdíjasként dolgozik tovább, de ő a tiszteletbeli igazgató, és én azért kértem meg őt, hogy ő jöjjön majd el, és neki fogjuk személyesen átadni a bevételt, ami befolyik majd a gálaestből. Köszönöm, akkor még annyit mondjunk el még egyszer, hogy április 26-án 18 órakor vasárnap a Rózsában. A Rózsa Művelődési Házban. Így van. Jegyeket. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Jegyeket természetesen a Rózsa Művelődési Házban, a Polgárok Házában is meg lehet vásárolni. És gondoljunk arra, hogy ha valaki nem tud eljönni esetleg, mert más elfoglaltsága van, már azzal is tud segíteni, hogyha megvásárolja a jegyet, hiszen a jegyekből befolyt bevételt egy az egybe át fogjuk adni a liceumi tiszteletbeli igazgatójának az esten. Még annyit tegyünk, hogy az 1500 forint egy-egy, tehát nem kell így túl van. Nagy áldozatot hozni. Így van, 1500 forintot gondolom, hogy mindenki könnyebben tud szánni erre a nemes célra. Úgy legyen, remélem, hogy minél többen lesznek. Köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit az estre.